Marcalváros kettő legforgalmasabb része a Mécs László utcai csomópont, ami a két városrészt köti össze. Ezt a szakaszt újítják fel júniustól, mert már olyan rossz állapotban van az útburkolat. Maga a burkolata az nagyon idomtalanná vált, egy része szinte egyidős a Marcalváros kettő település résszel, egy részét pedig 12 évvel ezelőtt újította föl az állam egy csomópont átépítés kapcsán, de annyira hullámos, annyira töredezett és rideggé vált az a felület, hogy ennek a felújítása teljesen indokoltá vált. Vannak olyan hosszirányú úthullámok, amelyek keresztbe kell érkezni az autónak mellékirányból is, és egy nagyon kellemetlen oldalirányú rázást okoz az ember nyakában, fejében, ezért is hívják egyébként a helyiek rázópadnak ezt a csomóponti részt, ilyen más szakzsargonnal élve, és ezt a felületet javítjuk ki. A felújítás nagy dolog a városrész életében, a körzet képviselője komoly mérföldkőnek nevezte a beruházást. Marcalváros 1 és Marcalváros közötti átjáró nagyon forgalmas lett. Köszönhetője az ide telepített lámpáknak, amik ugye forgalma akármennyire is jók és segítenek abban, hogy a baleset veszélyeket megelőzzük, ennek ellenére forgalmat generálnak. Nehézkes volt az átjutás, ide jöttek a nagy élelmiszerláncok, egyre többen akarnak erre a területre költözni és itt lakni és itt vásárolni, egyre több az autó, nagyon veszélyes is volt és nagyon kellemetlen volt az átkelés, konkrétan ráz, mindent közlekedőt ráz ez az út, hogy átjövünk egyről a kettőre, úgyhogy ez egy fantasztikus beruházás, a Marcalváros 2 történetnek egy legnagyobb beruházása, hogy 120 millió forintból ez az átjáró megújul, remélem, hogy mindannyiunk örömére. Összetett munka zajlik majd a környéken, ahol több közlekedési lámpa és egy állami út is van. A két hónap alatt időszakosan komoly korlátozások lesznek. 4100 négyzetméteren cseréljük ki a szegélyeket, illetve több rétegben az aszfaltot, tehát nem csak a felső réteget marjuk le, hanem az alatta lévőt is, és mintegy 60 kamionnyi aszfalt fog majd bedolgozódni, mintegy 1100 köbméterrel, de ez nagyon komoly munka lesz, és nagyon komoly terelésre kell számítani, és ez egy köldökzsinór a két városrész között, és a köldökzsinórt ezt egy picit muszáj lesz elvágnunk néhány hétre, tehát nagyon komoly korlátozásra kell készülni, és ennek a részleteit még dolgozzuk ki, és egyeztetjük a közúttal, illetve a volántársasággal. Az elmúlt években sok minden történt Marcalváros 2-n, a mostani útfelújítás megkoronázhatja a városrész fejlesztéseit. Itt van ez a Kisliget, aminek a kivilágítása szintén az útkezelő jóvoltából megvalósult, ez is köszön az útkezelő szervezetnek. Fejlesztjük a játszótereket, nagyon komoly 6-8 millió forintos beruházásaink vannak, és a lakók mindennapi életét érintő problémákkal próbálok reagálni, járdák, úthibák, hiszen aki ott lakik, annak a háza előtti probléma a legnagyobb. A 120 milliós fejlesztést az önkormányzat jóvoltából teljes egészében az útkezelő szervezet finanszírozza.